kilencszeres emberülés miatt emeltek vádat a charlestoni lövöldöző ellen. Dylan Roof azt vallotta, azért ölt feketéket, mert egy rasszista háborút akart elindítani. Az igazságügyi minisztérium jelenleg azt vizsgálja, hogy terrorcselekménynek minősítsék-e a mészárlást. Ha Roofot bűnösnek találja a bíróság, halálbüntetés is várhat rá. TV-képernyőn keresztül jelent meg a bíróság előtt Dylan Roof. A 21 éves fiú rezzenéstelen arccal hallgatta végig a vádpontok felolvasását. Még akkor is érzelemmentes maradt, amikor az egyik áldozat lánya azt mondta, megbocsát neki. Soha nem fogom visszakapni őt, de megbocsátok neked, legyen kegyelem a lelkeden. Sok embert bántottál, Isten bocsásson meg neked, én megbocsátok, mondta az egyik áldozat hozzátartozója. Megszólalt az ügyben Barack Obama is, aki szerint a fegyvertartás szigorítása jelentheti a megoldást a hasonló bűncselekmények visszaszorítására. Ennek a szörnyű tettnek az indítéka is azt mutatja, hogy a rasszizmus az az átok, amely ellen csak közösen harcolhatunk, mondta az elnök. Az eset nem csak Charleston városát, de az egész Egyesült Államokat sokkolta. Roof hónapok óta tervelte a merényletet. Végül szerda este beült egy helyi fekete gyülekezet bibliaórájára, egy órát eltöltött későbbi áldozataival, majd hirtelen lemészárolta őket. Ez egy szörnyű eset volt. Valami olyasmi, aminek soha nem szabadott volna megtörténnie. 9 ember élete ért véget idő előtt. Teljesen mindegy, hogy 26 vagy 87 évesek voltak, túl hamar haltak meg, mondja ez a charlestoni nő. Megszólaltak az ügyben Dylan Roof korábbi iskolatársai és barátai is. Többségük szerint Roof néha tett ugyan rasszista megjegyzéseket, ugyanakkor voltak fekete barátai is. Nem hiszem, hogy Dylan jó lelki állapotban volt. Amikor jól van, soha nem tenne ilyesmit. Úgy gondolom, hogy ez az egész valami gyerekkori sérelemhez vezethető vissza, amivel minden nap küzdött. Azt már nem tudom, hogy ivott vagy drogozott-e aznap, mondja Roof egyik barátja. A rendőrség gyűlöletbűncselekményként kezeli a charlestoni gyilkosságot. Az igazságügyi minisztérium azt vizsgálja, hogy terrorcselekménynek minősítsék az esetet. Dél-Karolinában van halálbüntetés, ezért elképzelhető, hogy az ügyész ezt fogja kérvényezni Dylan Roofra. Okay.